A szép ország egykor szép ország volt. Gyönyörű vidék, hegyekkel, dombokkal, völgyekkel, erdőkkel, mezőkkel, rétekkel. Rengeteg folyó, kristálytiszta patak szelte át keresztül Kasul. Volt egy a nép által választott fejedelme, akit egy napon aljas módon megtámadott az irigy gonosz szomszéd. A fejedelem ellenállt, de veszített. A végső pillanatban kimenekítette feleségét és leányát, majd utolsó leheletével egy jóslatot hagyott népére. 10 év múlva a lánygyermek visszatér és legyőzi a gonoszt. Az, hogy miben más, mint egy folklór koreográfia, az nagyon érdekes, mert itt nem néptáncos műsort, vagy nem néptánc koreográfiákat kellett nekünk összeraknunk, hanem inkább ezt a történetet elősegítő, tovább vívő, megerősítő táncos mozgásokba gondolkodtunk, és nagyon izgalmas volt egyébként, hogy egy teljesen más megközelítés kellett ehhez. A mesés táncjátékot Kiricsár Kamil, a Vörös Marti Színház színművésze rendezésében Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert vezetésével és koreográfiájával az Arte Arami Tehetséggondozó csoportja mutatta be szóban, dalban és táncban a Puszták Népe Front zenekar közreműködésével. Az alapvetések a történés volt, és hogy tulajdonképpen a tudásukra szabjuk az adott koreográfiát és az ő lelkületükhöz. És tulajdonképpen így állt össze ez az egész mű. Hogy lett-e újra szép ország? Az áruhás királylány történetéből fény derül erre is. A főszerepekben Alinát Varga Mira Róza, míg Bazsit Felvidéki András táncolja. Amikor azt mondták, hogy engem gondoltak erre a szerepre, akkor először meglepődtem, és nem gondoltam, hogy tényleg én leszek végül is az áruhás királylány. De most már nagyon megbántam volna, hogyha visszautasítottam volna ezt a lehetőséget. A darab ízig-vérig mai üzenete egyben egy kérdés is, hogy merre van a gyermek, aki visszatér, és hogyan néz ki. De azt senki se tudja. Talán egy boltban dolgozik, vagy még iskolába jár. Bármi megeshet. Lehet, hogy ő a legjobb barátnőd, és egy padban ülsz vele, csak nem tudod, hogy királylány, mert még ő maga sem tudja. De attól még királylány. Áruhás királylány. Mi?